gondolkodtunk, hogy egy olyan módosítót szeretnénk benyújtani, vagy egy olyan változtatási igényt szeretnénk Önökkel megosztani, amiben azt mondjuk, hogyha bizonyos egyházi közösségek, amelyek közművelődési, közoktatási és felsőoktatási feladatokat láttak el, és intézményeket működtettek, és ennek a törvénynek a következtében 2012. januárjától nem lesznek tovább egyházak, és nem tudják ezeket az intézményeket tovább működtetni az egyházi kiegészítő normatíva miatt, akkor az állam találjon valami fajta megoldás arra, hogy ezek az intézmények működhessenek tovább, attól függetlenül, hogy ezek a fenntartók már nem egyházi fenntartók lesznek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos probléma. Kicsit szkeptikus vagyok, mert ugyan nagyon kevesen vagyunk itt az Oktatási Bizottságból, de az én személyes érzésem az volt, hogy ez a fajta probléma felvetés, amit én felvetettem a bizottságban, nem igazán talált befogadó fülekre a bizottságban. Mindenki, ugyanakkor senki nem vitatkozott velem, de senkinek nem volt erre semmilyen konstruktív javaslata. Én azt gondolom, hogy még van időnk megvitatni ennek a dolognak a lényegét, és nagyon szívesen várnám és hallanám a véleményeiket. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselőasszony! Csak tisztelettel fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy több bizottság esetén a kijelölt bizottságot, főleg az első helyen kijelölt bizottságot a házelnök a téma és felelősség szempontjából kompetens bizottságként jelöli ki. Azért van minden hétfőn a bizottság elnöki értekezlet, hogy azok a bizottságok, amelyek a témát vizsgálni szeretnék és foglalkozni szeretnének vele, ott a minden további nélkül kérhetik, illetve írásbeli beadvány formájában is kérhetik. Köszönöm szépen. Horváth János Pósán László képviselő úr következik 2 perces hozzászólása. Parancsoljon képviselő. Köszönöm, elnök úr, csak szeretnék pontosítani. Az Oktatási Bizottság ülésén volt erről szó, tisztelt képviselőasszony, és még javaslat is elhangzott. Ez is megfogalmazott, hogy nem feltétlenül az a legjobb megoldás, de volt egy hangos gondolkodás, hogy hogyan lehet ezt a problémát kezelni, és a törvény mely paragrafusának, melyik bekezdéséhez kellene ilyen-olyan-amolyan betoldásokat tenni. Tehát ebben a szempontból csak azt gondolom helyes, ha a pontosítást megtesszük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most rendes felszólalásra Horváth János képviselő úr következik a Fidesz képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Elnök úr, tisztelt országgyűlés! Örömömre szolgál, hogy az esemény végén szólhatok. Esemény, egy törvényjavaslat vitája, amelyik jó témáról, fontos témáról olyan ékesen jól indult, és végül elcsúszott csipkelődés, bökölődés, szurkálás témájára, vagy folyamatára. Jó volna, hogyha mire a végére élünk, mégiscsak a lényegnél maradnánk, és mi is az, talán egyik legjobb kifejezője, úgy, ahogy Harag Péter képviselőtársunk mondta, az erős társadalomról van szó. Az erős társadalomnak része az egyházok, az intézményeknek a dolga is. És nekünk, mint országgyűlésnek, az is feladatunk, hogy az erős társadalomnak azt a vetületét is vizsgáljuk. És ha szükséges, törvényes úton, módon hozzájáruljunk ahhoz az erős társadalomhoz. Hogy is része az egyház az erős társadaloknak? Az együttélés, a hozzájárulás, a teljesítmény és más ilyen fogalmak számbavételével. Az, hogy mennyit egyeztetünk a világgal, mennyi szóba került ez az egyeztetések hiánya. Én azt hiszem, arról tényleg túl sokat beszéltünk itten. Az is a lejtőn csúszásnak a része. Tisztelt képviselőtársaim, hát honnan is vehetünk példát erre? Szokták azt mondani, hogy a háború túl fontos ahhoz, hogy tábornokokra bízzuk. De én meg azt tenném hozzá most, ha nem is nagyon illendő, hogy az egyházak ügyekről, vallásokról való
törvényhozás talán túl fontos arról, hogy csak papokat és püspököket és plébánosokat kérdezzük, és tőlük kívánjunk újból és újból tájékoztatást. Meghallgatjuk őket, de azért mégis a legfontosabb személy az ember, aki elmegy a templomba, vagy nem megy, választ vallást, vagy nem választ, de az a magyar állampolgár, akiknek a nevében mi itt vagyunk. Most már így nézzük, mint a társadalomnak egy intézménye, a nemzet. Tehát használom a társadalom szót, mert talán ez a bizonyosan a legjobb kifejezés erre. A társadalom együttélése, teljesítménye nem azonos, nem az volt a feladatunk, nem egy olyan ankéton vagyunk, ahol az üdvességtannal, a hitélettel foglalkozunk. Az nagyon fontos, vagyunk olyanok, akik szeretünk oda elmenni, vagyunk, akik egész életünkben Bibliát olvasunk, vagy másképpen, azonban itt most törvényhozó szerepünkben erről a társadalomról van szó, és itt van feladatunk. És e tekintetben ezt jó volna, hogyha magunk többször mondanánk magunknak, és hogyha ennek a magyar társadalomnak tudatára hoznánk, hogy ezzel a tudattal hozunk törvényt, hozzuk ezt a törvényt. Hát a társadalom szervező az egyház. Hát persze, valamikor Géza fejedelem rájött arra, hogy azokat a magyar törzseket, azt a magyar nemzetet valami olyan szervező révén jobban szervezheti István fiát, Vajk fiát, és így tudjuk a történelmet. Tehát társadalom eszköze lett ennek a nemzetnek is, nemzet kialakulásának. Aztán persze, hát ebben a társadalomban a szentek, Szent Erzsébet valahol Európában milyen fontos lett. És Szent László királyunk, hát nem azért lett, nem csak azért lett, mi mindent leírunk róla, mert egy kitűnő vitéz volt. Megint csak a társadalom szervezése, összetartása. Aztán tovább a magyar történelembe ne soroljuk föl, ez nem az a feladat ennek a jelenlétünknek. De a Tordai Országgyűlést mégiscsak megemlítem. Amikor vallási kérdésekről tanácskozott a Magyar Országgyűlés akkor, a Tordai Diéta, és világtörténelmi jelentőségi törvényhozás jelent meg, amikor először a világtörténelemben kimondták a vallásfelekedetek egyenlőségét, és így tovább, és így tovább. Vallási, egyházi oldalról indult el, és a társadalom szervezésnek jelentős állomása lett. Jobb lenne, ha Magyarországon erről többet tudnánk. Talán jobban éreznék magunkat, és jobban politizálnánk. Mert a világban sok helyen jobban tudják, mi nálunk. Ez a tordai esemény. Vagy tovább a társadalom szervezésben, csak még egy nagyot ugrok. Max Weber könyve, a Spirit of Capitalism. Hát Magyarországon tudjuk, akik tanulják ezt, de a nyugati világban egyik fontos tényezője az elmúlt évszázadnak, hogy hogyan is alakultak azok a társadalmak, az a polgári, civil, prosperáló része a világnak. És az alapja egyfajta vallási lelkület, mondja ez a nagy tudós, akit 100 éve idéznek erről. És hát nagyon jól tudjuk, mint társadalom szervező instrumentumot, azok számára, akik így olvassák, a Biblia. Hát az Ószövetség 1000 esztendeje, hogy alkották, hogy szervezték, és hogy szervezték újra. Vagy az Új Szövetségnek a normái. Hát azok igen társadalom szervező üzenetek. Tehát ismétlem megint, itt nem üdvösségtanról, teológiáról, episztemológiáról, vagy apologetikáról, vagy valami másról van szó. Nekünk most ez a társadalom szervezési aspektusa. De még a legutóbbi időben is nálunk, a magyar történelemben, a 20. század, amelyik olyan zordidő volt, olyan szégyenletes valami volt a magyar történelmünkben, de itt ott azért az egyház
az egyházak, mint intézmény lehetőséget adtak arra, ami mégiscsak a magyar történelemnek kiemelkedő eseményei. Gondoljunk, példát mondok, Szárszó. 1943-ban a szárszói értekezlet. Ott egy egyház keretében évenként megismétlődő, akkor éppen táborban, akkor hangzott el ez a magyar történelemnek, és az akkori társadalomnak, és a jövőben élő társadalomnak olyan értékelése, ami egyedülálló volt a 20. században. Olyan bölcsen, olyan komprehenzív módon, és annyira előrelátóan sose. Nos, ott hangzott el az a Németh László, Erdei Ferenc, Kovács Imre és a többi mi mindenkinek a beszéde, amiről szerte a világon sokkal több doktori disszertáció íródott Columbia Egyetemtől Harvardig, Oxfordig, mint Magyarországon. Még ezt se nagyon tudjuk. Jó volna, hogyha az egyháznak, egyház intézményeinek ezeket a teljesítményeit látnánk, és akkor a jelen törvényalkotási fáradozásainknak is más lenne az időszerűsége. És akkor nem csúsznánk bele megint abba, hogy azon szurkáljuk és bögdössük egymást, hogy ki kit hallgatott meg, és mi mit mulasztottunk el. Nem a mulasztások leltáráról volna időszerű beszélnünk, hanem a teljesítményekről. Rövidre fogva, azzal fejezem be, nem azért, mert ez a teljes kép. Szeretnék egy ankétot, ahol 3 napig erről beszélgetnénk a témáról. Akkor még jobb törvény is születne. Végül az államtitkár úrat még ellátnánk további ötletekkel és evidenciával. De tisztelt országgyűlés, az, hogy én erről ma beszélhetek, országgyűlési képviselő lehetek, abból a krumpit kapáló parasztfiúból, aki voltam Cecén, az azért van, mert a cecei református elemi népiskolába kerültem, mert Cecén az volt az iskola. És ott tanultam írni, olvasni, számolni, de megtanultam a Bibliából azokat a történeteket, hogy hogy szerveződik egy társadalom. Tetszik tudni, hogy az Ószövetség egy társadalom szervező case studies, könyv, bizonyít esetek, 100 meg 1000, hogy formálja magát egy társadalom. Sikeresen és sikertelenül. Hát a magyar történelem sikeres és sikertelen szerveződéseknek a gyűjteménye. És ha így nézzük, akkor úton vagyunk afelé, ahogy itt megint idézem másodszor, most már Harag Péter képviselőről, az erős társadalom felé, akkor hozzájárul ez a törvényhozásunk. Mert abban aztán igaza van képviselőtársamon, aki is mondta, hogy persze, hát majd 20 év múlva megint törvénykezünk erről, vagy előbb, vagy akik is törvénykeznek, mert időszerű lesz. Azonban, amit mi most teszünk, az jobb, ha olyan, hogy kevesebbet kell majd reperálni róla, mert inkább tanulságul szolgál azoknak, akik abba élnek. Olyan útmutató, olyan térkép, ha úgy mondjuk, ahol kevesebb a buktató és kevesebb a félrevezető árok, és ez a törvényhozásunk nem csak irányt ad, hanem tanulságot is arra, hogy hogy lehet tovább haladni. Ilyen gondolatokkal remélem, hogy jutnak elénk a módosítások, és építjük bele, és valóban az együttélés, a hozzájárulás, a teljesítmény okmányát szerkesztjük meg ezzel a törvénnyel. Köszönöm a meghallgatást! 2 perces szót kért Iván László képviselő úr, Fidesz. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak! A 21. századra mindannyian érzékeljük, és sokan tudjuk is, hogy azok a jelenségek, amik kialakultak is, amelyek a mostani törvénytervezetünkkel kapcsolatosan fölvetődő közvetlen asszociációt is jelentenek, az a társadalmak dezintegrálódásának folyamata, ez egyértelmű szakmailag is.
Ennek politikai jelentőségét még nem is tudjuk igazán fölmérni. Mellette a dezintegrálódással kialakulnak azok az anómiák szaknyelven szólva, amelyek az egydegenedés folyamataiban azt jelzik, hogy a társadalom alapvető, egymáshoz kapcsoló értékét kifejező, meghatározó, fundamentális összetartó erők fölrostozódnak, és a 21. századra Európa és Magyarország szempontjából ez egy olyan súlyos problémát jelent, hogy a következő évszázadra nem is mer az ember előre gondolni, egyrészt nincsenek megfelelő adataink, de a másik az, hogy annélkül, hogy ezen valamiféle konszolidációs változtatás ne történjen, akkor a széthullás fokozódik. Az ember négyes lény. A négyes lényben benne van a biológiája, benne van a pszichológiája, a szociális társas-társadalmi adottsága, de benne van a spiritualitás. Ezt oktatjuk, képezzük, tovább képezzük. A spiritualitás ereje nélkül nem tudjuk megoldani ezt a dezintegrációs folyamatot, és azt hiszem, hogy ebben a vallásoknak, az egyházaknak óriási jelentőségét most kell igazán megbecsülnünk, és azért fölhívom a figyelmet arra, hogy ez a törvénytervezet mindenféle oldaláról lehet persze kritikát mondani, lehet kritizálni, sőt kell is, de végül is ezt a dezintegrálódást, ezt a széthullást, az anómia jelenségek fékezését és csökkentését magyar viszonylatban is, európai viszonylatban is példamutatóan kell, hogy képviselje, és azt hiszem, hogy erre alkalmas is. Köszönöm szépen. Szili Katalin képviselőasszony, következik normál hozzászólásként 15 perces időkeretben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, képviselőtársaim, a mikrofonon mindjárt felteszem. Tisztelt képviselőtársaim, elnök úr, engedjék meg, hogy én magam is, aki néhány módosító indítvánnyal szeretnék ennek a törvényjavaslatnak a jobbításához hozzájárulni, az általános vitában is néhány gondolatot elmondjak. Két kérdéskörről szeretnék szólni, különös tekintettel képviselő társaim hozzászólásaira, amiben olyan hívó szavakat hallottunk, hogy társadalom, értékek, 21. század. Így a két kérdéskör, amiről szólni szeretnék, egyrésztről ennek a törvénynek a szükségessége, másrésztről pedig a tartalma. Ahogy elhangzott itt, az 1990. évi negyedik törvény, melyik eddig ebben a tárgykörben a szabályozó rendszert ellátta, mindannyian tudjuk, hogy az élet túlhaladta, ismerjük a maga anomáliáit, és azt, hogy ennek a módosítása mindenképpen szükséges volt. Eltelt 21 év, 21 év tapasztalatai során mindannyian tudtuk, hogy szükséges a módosítás, hiszen a törvény már minden egyes feladatát nem tudta ellátni, különös tekintettel arra, ami a nem egyházi tevékenységet folytató szervezetek létrejöttét jelenti, de tekinthetném a másik oldalon azt is, ami egyébként az egyházak feladatait és az általuk elvégzett közösség és a társadalom jobbítását ellátó feladatokat jelenti. Így arra a kérdés, hogy szükséges-e ez a törvény, én erre azt mondom, hogy igen. Természetesen a törvényalkotó megtehette volna azt is, hogy egyébként a 90. évi negyedik törvényt módosítja. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy azzal, hogy egy egységes és koherens törvényjavaslatot tett az asztalra, ezzel egy új lendületet is adott annak a kérdésnek, ami ennek a kérdéskörnek a szabályozását jelenti. Így ha erre a válasz az, hogy igen, akkor másik kérdéskör az, hogy egyáltalán ennek a törvényjavaslatnak a tartalma az megfelele annak, amit egyébként az 1990. évi negyedik törvény kritikájaként mi magunk már megfogalmazhatunk, ennek a feladatnak eleget tesz-e annak a kihívásnak, amit mi egyébként ettől a javaslattól elvárunk. Tisztelt képviselő társaim, természetesen tudjuk azt, hogy az egyházak feladata az túlnyúlik azon, ami a spirituális igények kielégítésének szervezett kereteit jelenti, hiszen úgy, ahogy itt a vitában is elhangzott, sok-sok olyan feladatot ellátnak az egyházak, amelyek oktatáshoz köthetők, karitatív tevékenységhez, és sorolhatnánk tovább, hiszen én magam is például az elmúlt hetekben több olyan egyházmegyébe látogattam el, ahol
17-15-20 körüli olyan oktatási intézményt tartanak el egyébként az egyházak, amelyek önmagában, és akkor itt hat szóljak arról, a 21. században különösen az értékközvetítés szükségét is jelentő és elismerő tevékenységet is ellátnak. Így én azt gondolom, hogy annak a funkciónak, amit az egyházak az értékközvetítésben tesznek, ennek valóban a jövőben is az együttműködés keretében működnie kell. Nyilvánvaló azzal együtt, amit éppen államtitkár úr a tegnapi napon a bizottsági ülésen is elmondott, amit mindannyian tudunk itt a házban, hogy egyébként az állam és az egyház szétválasztása, tehát a szekularizáció talaján és alapján állunk. Horváth János képviselőtársam a társadalomról beszélt és a nemzetről. Én azért szeretnék ehhez a vitához azzal hozzájárulni, hogy az egyházaknak azért mindig is megvolt az a szerepük, ami a nemzet megtartásában, a nemzeti tudat erősítésében játszott. 90 előtt én azt gondolom, főleg határon túl, és ha nemzeti egészét tekintjük, akkor az egyházaknak kitüntetett és dedikált szerepe volt abban, ami a nemzet megtartását jelenti. Tisztelt képviselő társaim, én fontosnak tartom azt, hogy ez egyébként a preambulumban is megfogalmazásra kerül. Én javasolni fogom azt, hogy ezt emeljük is ki, mindabban a felsorolásban ne az utolsó helyen szerepeljen, ami a nemzeti tudat megőrzését jelenti, mint ahogy ez a javaslatban történt, hanem én úgy gondolom, hogy ennek a kiemelése közös feladatunk, és annak az elismerése is, amit nem csak az elmúlt 21 esztendőben, hanem a történelem megelőző időszakában is az egyházak tettek. Tisztelt képviselő társaim, van egy kérdéskör, ami feltételezem nem ennek a törvénynek, hiszen ez egy kerettörvény a feladata, de szólni kell róla, hiszen hozzá fog tartozni ehhez a törvényhez, és mondhatnám azt, hogy abban fog kiderülni igazán, hogy ezt a feladatot az állam mennyiben támogatja, mennyiben ismeri el, nem csak értékeiben, hanem finanszírozás tekintetében is azt a feladatot, amit az egyházak ellátnak, hiszen az elmúlt esztendőkben sok-sok vita volt arról, ami a finanszírozás kérdésköreiben akár a normativitást jelenti, illetőleg arról, ami az egyházi oktatási és egyéb szociális tevékenységnek a támogatását jelenti. Én azt gondolom, képviselő társaim, hogy szükséges már most rögzítenünk azt, hogy nyilvánvaló, hogy ebben a kiszámíthatóság és az átláthatóság a jövőben a legfontosabb feladat. Tehát én azzal, hogy egyébként a magam módosító indítványaival támogatom a törvényt és a szükségességét és a tartalmát is elismerve, kérem azt képviselő társaimtól, hogy annak az irányait is határozzuk meg, ami a finanszírozás átláthatóságának és kiszámíthatóságának a kérdését jelenti. Azzal együtt, hogy ez nem szabad, hogy kormányokhoz kötött legyen, és a mindenkori kormányzatnak kiszolgáltatott és kitett kérdés legyen, hanem egyszerűen annak a fórumrendszerét kell megteremteni, és annak az intézményrendszerét, hogy ez az egyházak számára nyilván az elismerve, ami az ott végzett oktatás és egyéb tevékenységnek a társadalmi szükségességét is jelenti, és ezt elismerve kell a jövőben megtennünk. Tisztelt képviselőtársaim, én magam kérem önöktől majd azt, és nyilván ezt majd a részletes vitában a saját módosító javaslataimnál is el fogom mondani, hogy támogassák majd azokat a módosítókat is, hiszen ezzel kívántam én jobbá tenni azt a törvényt, ami a 90. évi 4. törvény meghaladását jelenti, és az egyházakkal történő kapcsolatrendszer új alapokra helyezését. Köszönöm, hogy meghallgattak. Elnök úr, köszönöm a szót. Köszönjük szépen, képviselő asszony, nem látok több bejelentkezőt. Megkérdezem, hogy az előterjesztők nevében, igen, Lukács Tamás képviselő úr szeretne szólni. A vitában elhangzottakra jönni a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Szeretném mindenek előtt köszönetemet kifejezni minden egyes képviselőhölgynek és úrnak, aki ebben a vitában részt vett, és különösképpen azoknak, akik a törvényről beszéltek. Szerettem volna hallani ebben a vitában arról, hogy azt a jelenséget, amely Magyarországon egyértelműen igazolható és bizonyítható, nevezetesen pontosan nem tudjuk hány egyház van,
Azt tudjuk, hogy milyen visszaélések vannak az egyházi névvel, akár anyagi, akár más okoknál fogva, hogy milyen más megoldásokat kínálnak föl, ha az általunk kívánt megoldást nem fogadnák el. Ugye, ha például a 1%-os felajánlásokat megnézzük, akkor nagyon érdekes, hogyha egy kutya menhelyre behelyezett egyház a 4. vagy 5. az 1%-ok felajánlásában. Lehetséges ma Magyarországon, azt hiszem, hogy nemzetközi összehasonlításban senki hasonlót nem tudna mondani, hogy a kutyáknak is van lelke. Ez is lehet vallás, elfogadom, akik így gondolják, ha nem kell a vallásnak definíció, akkor abba bármi belefér. Próbáltam az ellenvéleményeket valahogy csoportosítani, és valami logikát találni, valami motivációt, hogy ki mit motivál, ki hogyan kíván ez a kérdéshez hozzáállni, de engedtessék meg, hogy egy tényadatot hagy mondjak, a 2001-es népszámlálás adatok szerint, aki önmagát vallásosnak vallotta anonim módon, ez a halmaz 90%-át két egyház, nevezetesen a katolikus és református lefedi. Ha veszem a vallási egyházként bejegyzett jogi személyek számát, akkor azt kell mondanom, hogy a önmagukat vallásosnak nevező emberek 10%-kal jut a további 348 egyház. Ezért, akik az egyeztetéseket számon kérik, igen, egyeztettünk, és nem csak a katolikus és református egyházzal, de hogy egy kicsit vallási ismereteket gyarapítsam azon képviselőknek, akik ezzel nem rendelkeznek, mondjuk a katolikus egyház tekintetében a Lumenen Gentium Zsinati Vatikán irat azt mondja, mi vagyunk az egyház Jézus Krisztusban, és ez volna a válaszom Nyakó István felvetésére, hogy ki a lobbista, ki nem, hanem megismétlem, képviselő úr, a Lumenen Gentium Zsinati irat mondja, mi vagyunk az egyház Jézus Krisztusban, úgyhogy csak a reggeli imának az első sorát kell mondani, ahova állítasz, hogy szolgállak. A semmi közöm, és nem is szeretnék, és nem is tartom etikusnak más szervezetek belső viszonyaihoz reagálni vagy beavatkozni, de már oly régóta vajudik az MSZP-nek a megújulása. És úgy tűnik, hogy ebből a, bocsánatot kérek, senkit nem akarok megsérteni, de egy volt ateista párt jogutódja egyszerűen képtelen levetni magáról azokat az attitűdöket, hiszen én elhiszem azt a nehezen feloldható belső lelkiismereti feszültséget, amit éreznek az egyházakkal való kapcsolata 90 után vagy 90 előtt. Én elhiszem, hogy az a törvény, amit meg kell tudna változtatni 90 óta, pontosan azért nem tudtuk megváltoztatni, mert nem járultak hozzá. Én elhiszem, hogy rendkívül rossz, amikor szeretve tisztelt nagyvezérük azt mondja, hogy Mária levette az országról a kezét, és senki nem háborodik fel önök közül. Én elhiszem, hogy rendkívül kellemetlen önöknek a 1997-es alkotmánybírósági határozat, amikor folyamatosan elmondják, kár, hogy a Hitler volt oktatási miniszter, már nincs itt, hogy a megkülönböztető módon bánnak az egyházi intézményekkel. Mindez rendben van, én elhiszem, hogy ez valami fajta lelkiismeret vizsgálatra is kényszeríthetne akár egy szervezetet, akár egyes embereket, ha meg akar újulni, de nem akarnak megújulni, mert a mai felszólalásban tanújelét adták annak, hogy tovább akarják azt vinni, ami egyébként a magánügyük lenne, vagy a saját közösségük lenne, tudomásul veszem, nem akarnak megújulni, nem akarják más alapra helyezni az MSZP-t, maradtak azok, akik voltak, ez is mind rendben van. Csak akkor egy kicsit, hogy válaszoljak az oktatási felvetett kérdésekre. 4/1993-as alkotmánybírósági határozat, szó szerint idézem, a szülő választási jogának állami intézményvel védelmi kötelezettsége felel meg. Bocsánat, önöknek nem volt kérdés az, hogy vajon az önmagukat vallásosnak nevező szülőknek hogyan fogják biztosítani a világnézetileg elkötelezett iskolába járás. Ez nem volt kérdés számukra. Most aggódnak olyan miatt, ami egyébként hozzáteszem a nemzetközi joggyakorlatban is ismert, és a Strasbourg-i bíróság ítélet közül a belga linguisztikai
képviselő, mondanám önnek a belga lingvist, hogy majd a jegyzőkönyvből el tetszik olvasni, majd gondolom, majd tanulmányozni fogja, és akkor megkapja rá a választ. Tehát ezek a kérdések, amik egyébként nem a törvényalkotás tárgyát képezik, de